Vasárnap meggyűjtjük az adventi koszorón a második gyertyát, és így egyre közelebb kerülünk már a karácsonyhoz, az adventi időszakot éljük. De hogy honnan ered az adventi koszorú vagy a karácsonyfa állítás, többek között erről is fogunk beszélgetni. Vendégünkkel, Aklan Béla Sándor, evangélikus lelkipásztora, sok szeretettel köszöntjük itt nálunk Most a stúdióban. Aki okay, mindig vidám és mosolygó. Így van, így van. <laughs> van, amikor rossz idő van, de itt mindig süt a nap a stúdióban, ezt már megbeszéltük. Szóval, hogy nagyon sok családban, és talán múltkor, múlt héten beszélgettünk arról, hogy egyre többen gondolják úgy, hogy otthon is adventi koszorút gyújtanak, de talán kevesen tudják azt, hogy honnan is ered az adventi koszorú. Jó estét kívánok a nektek és a kedves nézőknek. Tulajdonképpen ennek evangélikus hagyományai vannak. Én azért mindent egy kicsit föntartással kezelek, amióta a számítógépes világ olyan mértékben ad a számunkra elérési lehetőséget, amilyen mértékben akár egy Kereső motorhabba beírunk bármit, de azért a hagyomány szerint Luther volt az, aki karácsonyfát állított, a jelenések könyvéből vette az ötletet hozzá, Krisztusfát, életfát mintázott meg, és hát ekkoriban még ez nem volt díszítve. A családja körében a karácsony bensőséges módon landpengetéssel és az evangélikus egyházi énekek éneklésével hát és gondolom, hogy utána jó vacsorával és német sörrel ezt öblítették le, mert hát ez náluk is a karácsony elmaradhatatlan kelléke volt, de Luthernek tudják be, hogy ő volt az, aki először karácsonyfát állított. Az adventi koszorú állítása az ugyancsak evangélikus lelkészhez köthető, aki a felvilágosodás után a pietizmus korában egy kocsi kerékre szerelt, 24 gyertyával, a 24 karácsony előtti napot jelölte, aztán ebből módosult, és hát aztán gondolom, hogy ezt a kereket díszítették, vagy mert magát az ötletet átvették, ezt nem tudom pontosan. De a mai formája, amelyben ugye a klasszikus, az alapvető, az old, itt az asztalon látható né, három lila és az egy rózsaszín, amelynek a harmadik. A rózsaszín a harmadik vasárnap, nem a negyedik, ezt el szokták Igen. téveszteni. És hát tulajdonképpen a négy gyertya az Krisztus négyszeri megjelenését van hivatott prezentálni. Ugye Krisztus egyszer megjelent testben, amikor Szűz Máriától és Szent Élektől testesült. Az Isten fiúságnak ugye ez a komoly keresztény tanítása. A láthatatlan végtelen Isten testélet. A második az, amikor a Szentlélek által a hívő szívébe jön. A katolikusoknál, ugye a bérmálás nálunk a konfirmálás ajándék, hogy a hívők veszik a szent lelket. Harmadik eljövetele az, amikor minden ember személy szerint fog az ő teremtőjével és megváltójával találkozni, és ez nem opcionális, tehát itt nincs lájkolok, like meg nem lájkolok like opció. Itt, amikor meghalunk, akkor téridő faktoron egy másik valóságségba megyünk, így újra ez a harmadik, és hát a negyedik az Adventus Domini, az Adventnek, minden egyházi esztendő kezdő első négy hetének az üzenete, hogy a dicsőséggel és hatalommal visszatérő Krisztus, és a jelenések könyvében fehér lovon ül, már nem szamáron. Hát így nagyjából ennyi az, amit a koszorú kapcsán el lehet mondani. De a gyertyákra visszatérve, az evangélikus gyülekezetben is Lilák és rózsaszín a igen, gyertya? Igen, mi nálunk is Minden, így van. mindenhol. A ö, ö, ikonográfiailag, illetve a külsőségében az evangélikus egyház sokkal inkább közelít, különösen a skandináv területeken a római katolikushoz, hiszen Luther alapvető koncepciója az az volt, hogy nem új egyházat akart, hanem megreformálni, tehát a, visszafordítani mindazt a változást, ami az ókeresztény ók hagyományhoz képest eltérést, illetve ami a krisztológiától eltér azt helyreállítani, de nem így sikerült. És ilyenkor vannak más hagyományok az evangélikus egyházban? Vagy akár a saját családjában? Ott úgy amiket... gyülekezeteknél megjelenik az, tehát most úgy mondjuk, hogy szlovákok, de hát magyarul hogy ezt tótnak mondjuk, az advent utolsó estén, szentestén az úgynevezett toronyéneklés, amelyben a gyülekezet a torony aljába vagy a toronyba felvonul, és a Szenteste örömére karácsonyi énekeket énekel. De jó. A ma embere mennyire tudja megélni ezt az adventi időszakot? Hogyan, hogyan látja ezt, hogy be tudunk fordulni, vel tudunk csendesedni kellőképpen? Ez egy nagyon jó kérdés, és köszönöm, Bori, hogy ezt föltetted, mert valójában minden karácsony és minden advent amely hát köztudottan egy, egy olyan időszak, amikor kellene valamiféle önvizsgálatot, kellene valamiféle befelefordulást, befele kellene valami spirituális lépést tenni. Ez elméletileg, ez a hát elvárás, a az szükséges. Aztán, hogy ez ki hogy valósítja meg, az nagyon differenciált, mert a mai világban egyre inkább adottak a feltételek ahhoz, hogy ezt a fajta egyéni elcsendesedést, ezt a fajta befele fordulást, ez gátolja a külső zaj, a rengeteg dizinformáció, a rengeteg álhír, ugye a fake news, hát magyarul persze nem tudjuk mondani, fake news, álhír, és maguk az emberek, akik kimerülnek, túlhajszoltak, bizony nehezebben tudnak önnön belső nyugvópontukhoz, mondjuk a belső lelki középpontjukhoz Eljutni, hogy azután a jóisten felé valamiféle módon egy kommunikáció meginduljon. Akkor ez lehet az egyik legnagyobb kihívás? A ez egy nagyon nagy kihívás, mert ehhez egyre több tudatosság és egyre több nagyon komoly szelekcióra van szükség. Mondjuk így, hogy, hogy önkorlátozásra, önmértékletességre van szükség, és ez azért lássuk be a 21. század emberének nem a legelső erényei között van. Uh -huh. Mégis mit lehet tanácsolni azoknak, akik szeretnének egy kicsit, ahogy Boris mondta, csendesebbé válni, most befelé fordulni? Tudatosan. Milyen úton induljanak el? Hát Ézsaiás profétával és az ő szavával indul az adventi ünnepkör, ugye készítsetek utat az Úrnak, tegyétek egyenessé ösvényét, mondjuk, halljuk keresztelő Jánostól, de van egy másik ézsai és idevágó adventi üzenet, hogy keressétek az Urat, amíg megtalálható. Mm -hmm. Tehát nagyon fontos az, hogy pontosan ez az advent lényege, hogy az egyén, mind a közösség az élő Istennel kapcsolatot létesítsen. Nem lehet, hogy most jobban fog sikerülni ez mindenkinek, aki törekszik rá, most, hogy rászoroltunk a csöndességre, meg elvonulásra a pandémia miatt? Ez kétségtelen. A pandémia ilyen szempontból kedvez, de ehhez kell egy olyan belső késztetés, hogy az ember hajlandó legyen arra, hogy az Istent keresse. Tehát, ha én ezelől elzárkózom, ez ugyanint egy kirándulás, hogy elmegyek a szabadba, elmegyek a természetbe azért, hogy... A lelkem felüldő jön, mert hiszen abban a millióben, a jóisten azért nagyon szépen megtervezett rendszer által ő dolgozik. És hát vagy elmegy az ember, vagy benragad a számítógép, a televízió, vagy az ég tudja mi előtt. Ez mindig egyfajta döntésnek a következménye. És ezt a döntést az ember nagyon sokáig halogatja, és sok, sok embernek a halála előtti időszakra marad. Többen mesélnek arról, hogy amikor gyerekek, akkor mennyire szerették még a karácsonyt és meg tudták élni, aztán ez kamaszkorban és fiatal felnőttként kicsit kiüresedik, és aztán térnek vissza a újból a meghittségre, amikor családjuk van és saját gyerekeik vannak. Levi, ezt tapasztaltad, hogy a kislányait miatt? Ö, nem tudom, nekem van? mindig egy fontos dolog volt a karácsony, vagy a karácsonyra való készülődés, ráhangolódás, tehát nekem nem voltak meg ezek a fázisok, de egyébként tapasztalom, amit a Bori mond, hogy, hogy egy kicsit van egy, része az életünknek, amikor egy kicsit úgy elanyagoljuk, én azt gondolom. A gyerekek a... miatt újból. Hát a Bori nagyon nyomon beszél, mondjuk így, székely magyarsággal, mert valóban a gyermekkorban a gyermek nyitott a, mind a, a láthatatlan, mind a látható világnak a csodáiránt. Aztán ezután a racionalizáció és ahogy a személyiség fejlődik, hát ezt tudjuk, a lázadás korszakát éli. sok minden változik, de valóban ezért, ezért, fontos újra megfogalmazni az embernek már egy érettebb személyiségben mindazt, amit gyermekként átélt. Tehát sokan abban a hibába esnek, hogy hát ó, hát persze, mert a gyerek mindent elhisz, mert ő hisz a mesékben. Kérem szépen, vegyük tudomásul, hogy a mesék a legősébb igazság adják elénk. És aki a meséken túllép, az a maga emberségén és a teremtett világrendjén lép túl. Tehát a gyerek ezzel kontextusban él. Uh -huh. Na most felnőttként ide újra integrálni kell önmagunkat, és erre egy pompás alkalom az advent, mert valójában erről szól, hogy a négy vasárnap vezérfonala által 24 napon át az ember találja meg az Istennel, az élő Istennel egy, egy, kontaktust. Hát én azt hiszem, hogy ez remek zárszó volt. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük a Klambira Sándornak, hogy itt volt velünk, és egy kicsit Van. tanulhattunk ismét, honnan köszönjük is előtt az adventi koszor is, a állítás többek között. Köszönjük szépen. Áldott adventet kívánok köszönjük nektek, kívánok. a